A sertésvese boncolását végezzük el. A sertésvese nagyban hasonlít az emberveséhez, csak egy kicsit nagyobb. A vese a kiválasztó szemrendszer része, a húgyhólyaggal, a húgyvezetékkel és a húgycsővel együtt. De a legfontosabb része a vizelet kiválasztó szemrendszernek. Nézzük meg először az alakját. Az alakja, látjuk, hogy bab alakú. A bemélyedését vese kapunak nevezzük. A gerincoszlop két oldalán helyezkedik el, a hasüregben, a hasártyán kívül. Nézzük meg a vese szerkezetét, hogy hogyan felel meg a kiválasztó funkciónak. Felvágjuk hossz irányba, ehhez szikét használok. A vese hossz irányú metszetén látható ez a kis sötétebb rész, ezt féregnek nevezzük. Belül ezek a világosan barna színű részletek a vese piramisok. A vese piramisokon keresztül csepeg be a szűrlet a vese medencébe. Ez itt, ez a zsíros rész a vese medence. Hát egy kicsit zsíros volt a sertés. Itt a vese piramisok között ezek a bemélyedések, megpróbálom felnyitni, ezek az úgynevezett vesekelyhek. Tehát itt nyílások vannak, ilyen kehelyszerű, ilyen kiszélesedve, tehát ezek lesznek a vesekelyhek. A vesemedence folytatása a húgyvezeték, amelyen keresztül a húgyhólyagba távozik a készvizelet. Ezen kívül a vesekapu van még, belépő és kilépő erek is található, sajnos ezeken a veséken ez nem látható.